Bereits zum 17. Mal wurde die Feinschmecker der ungarischen Gastronomie nach Gereslak eingeladen. Auch in diesem Jahr unterhielt das traditionelle Hefeknödelfest die Gäste mit einer bunten Vorführung, während verschiedene Knödel zubereitet wurden. 2007 óta rendezzük meg ezt a fesztivált, 17. alkalommal. Egyetlen egyszer a Covid miatt nem sikerült ezt megrendezni. 2006-ban programomba beleírtam, hogyha Nagykanizsán Dödölle Fesztivál van, Baján Halászlépőző Fesztivál, akkor itt ebbe a Schwab-tengerbe van egy fantasztikus étek, amit úgy hívnak, hogy Hefeknödli vagy Gőzgombóc, akkor legyen itt Gereslakon Gőzgombóc Fesztivál. Természetes, itt a Schwab falvakban ugyanolyan jól és ugyanolyan ízletesen csinálják ezt a gőzgombócot, de akkor Gereslak ipi apacs módon azt mondta, hogy mi elkezdjük, és azóta szárnyal ez a gőzgombóc és a fesztivál. Több ezer emberre számítunk a rossz idő ellenére, tavaly is esett az eső, de ez nem számít. Tudjuk már az elővételből, a jegyek elővételéből, hogy teltházunk lesz ma is. Rengeteg programunk, táncok, német, magyar, horvát, gyerekkoncert is zajlik most, a Balázsi Betty vagy Varga Feri csinálja a gyerekkoncertet, és este is Schwabbál, Unterrock Schwabbál lesz Gereslakon, előtte pedig Cartago koncert és 4th Street koncert lesz. Die Gastronomie spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Bewahrung von Identität, weshalb solche Feste in einer so vielfältig geprägten Region wie Südtransdanubien besonders wichtig sind. Baranyaiként azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt élünk egy nagy közösségben, büszkék lehetünk arra, hogy ez egy sokszínű, gazdag kultúrájú vidék, ahol évszázadok óta békében egymással együttműködve élnek együtt magyarok, svábok, székelyek, horvátok, és még folytathatnánk a sort. És én hiszek abban, hogy ez a közösség akkor lehet erős, hogy erősek azok a kis közösségek, amelyből a nagy közösség felépül. És igen, a gereslakiak, a Gereslak környékén élők egy nagyon erős kis összetartó közösséget tartanak fenn, vagy alkotnak, és azt gondolom, hogy ennek is köszönhető az, hogy az a gasztronómia hagyománya, amely a gőzgombóz készítés több évszázados hagyománya, az újra tudott éledni a térségben. Hiszen néhány évtizeddel ezelőtt bizony, ahogy Hargita János képviselő úr mondta, nagyon visszaszorult. Alig volt olyan család, aki készítette, és mára ismét reneszánsz van, nem csak Gereslakon, de Baranyában is a gőzgombóc készítésnek. Mi Baranya Vármegyei Önkormányzat képviselői, egy közösségnek a vezetői, elöljárói, abban vagyunk érdekeltek, és abban szeretnénk bíztatni a helyi közösségeket, hogy igenis ápolják ezeket a hagyományokat, ezek tesznek bennünket erőssé, gyarapodóvá, és én azt gondolom, hogy ezekre lehetünk büszkék, nem csak most, de reményeink szerint 50-100 év múlva is. Die Mannschaften kamen aus dem ganzen Land und bereiteten ihre eigene oder andere traditionelle Rezepte zu, manchmal auch mit einer neuen Note. Die Teilnehmer begannen am Morgen mit ihrer Arbeit und natürlich gab jeder eine kleine Kostprobe für die Passanten ab. Ich bin jetzt hier mit meinem Team von der Grundschule und mit meinen Eltern und eigentlich Freunde. Wir sind insgesamt 9 oder 10 Personen und ja, wir machen das seit 10 Jahren so. Es gibt gar nichts Neues für uns, weil wir schon dazu gewohnt sind eigentlich. Es gibt 3 verschiedene Sorten, die wir uns heute gekocht haben. Eine ist die traditionelle österreichische, was eigentlich ein bisschen süß ist. Die andere ist scharf ein bisschen, ähnlich wie Euwar. Und die dritte ist mit Bohnen. Helyiek vagyunk, mi hatan vagyunk egy csapatban, 3 család. És a kezdetektől fogva főzünk minden alkalommal babgulyás, babfőzeléket és a hagyományos Hefeknödlit. Tegnap már előkészültünk, ma föltettünk mindent, készen lettünk, és nagyon finomra sikerült minden. Budapestről érkeztünk, a GP Consultingnak vagyunk a központja, és itt mellettünk dolgoznak a pécsi csapataink, a baranyai csapatunk, úgyhogy 2 külön csapat, édes gőzgombóc, illetve sós gőzgombóc kategóriában indul a 2 csapatunk. Így alakult, hogy egy kollégánk itt él Gereslakon. És akkor eljöttünk, és azóta minden évben itt vagyunk. Az egyik kolléganőnk, akinek tulajdona ez a gőzgombóc specialista készülék, ő hozta a receptet, és mi hagyományosan nem újítunk rajta, olyan, mint a gőzszer, ahol azt mondják, hogy nem kell változtatni a receptet. Na hát ez is olyan.
Das Festival ist eine gute Gelegenheit für verschiedene Generationen, sich zu treffen und Spaß zu haben. Also ich selbst gehöre zu der deutschen Minderheit. Ich arbeite auch in minderheitlichen Ebene und es gehört einfach zu meiner Identität. Ich hab das, seitdem ich geboren bin, so gemacht und ich werde auch das weiterführen und weiter zu meine Kindern weitergeben. Und eigentlich das gehört zu meinen Alltage. So. Hier zu kommen ist ein bisschen anders als die alltäglichen Programme im Branau oder im Lande, weil hier gibt es eine so gute Atmosphäre. Jugendliche, ältere Generationen treffen sich miteinander und hier kann man auch nicht nur verschiedene Spezialitäten und verschiedene Speisen kennenlernen, sondern auch draußen mit den Handwerkerausstellungen und auch unser kleines Dorf ein bisschen kennenlernen. Auch das diesjährige Hefeknödelfest in Gereschlag fand trotz des regnerischen Wetters in guter Atmosphäre statt. Die Veranstaltung endete mit einem Unterrockball am Abend.